Jó lenne, hogyha tiszta vizet öntenénk a pohárba, hogy akkor most kap hitelt Jász Berény, vagy sem? A polgármesterem múlik. Az ünnepi szünet után újra a megszokott stúdió környezetben folytatódott a januári politikai és közéleti eseményekre reflektáló képviselői műsor, melynek egyik fontos témája, hogy jelenleg hogy áll a kormány hitel megítélése Jász Berény városának. A hitelkéréssel kapcsolatban, ha már így emlékeztetett, hogy az elején azt mondtam, hogy a polgármesterem múlik. A kormánynak volt egy előzetes döntése. És szintén azt kérték, hogy akkor legyen már egy közös akarat. A képviselő, a politika, Jász Berény és Jász Berény polgármestere egyet akar. Szülessen egy közös támogató levél. A polgármester nem írta le, mert neki fontosabb a pártpolitika, mint Jász Berény város sorsa. Ezzel szemben el kell ismerni, hogy Gedei József, mint alpolgármester, aláírta, mellesleg a polgármestert várták volna. De ennek hiány Gedei József alpolgármester úr írta meg ezt a levelet, amire én úgy gondolom, hogy egy pozitív választ adott Gulyás Gergely miniszter úr. Itt van a levél. Ez arról szól, hogyha úgy áll hozzá Jász Berény város, tényleg akarja, és fontosabb neki a város érdeke, mint a pártpolitika, akkor márciusban újra beadhatja és támogatni fogják. Rajta múlik. A képviselő szerint ezzel a hozzáállással tovább nehezíti Jász Berény helyzetét a polgármester a kormány előtt, mely a számításai szerint csak az elmúlt egy esztendőben több mint 10 milliárd forint támogatást juttatott a járságba. Emeljük ki a legfontosabbat. A bölcsődei férőhelyek kialakítása alattján Jászkísér, Jász Szent András, Jásztelek, ez 765 millió forint, munkahelyteremtés, Jász Plasztik, Jászladányban 263 millió forint, Jász Berény benne a felrop lesz 282 millió forint, csapadék elvezetési támogatások vannak, 265 millió forint például, Alattyányon 78 millió forinti látogatóközpont, Jászboldogházán, Magyar Falu program, Jászboldogházán 13 millió forint, gyakorlatilag ezek a programok Jász Iványtól, Tiszasű, János Hida, minden településen megjelentek, Jászapátén kerékpárút építésre 56 millió forint, Hungarikum egyesületek kaptak támogatást a Jászságban, többek között a Jász Berényi Méhész Egyesület is, és belterületi utak, járdák fognak megújulni, és különböző olyan támogatások is vannak, amik például a leromlott városrészek rehabilitációjára Jászkísérlen 300 millió forint, Újszászon szintén 300 millió forint, a cég támogatások, amikről már beszéltünk, a Jász Plasztik Kft. 1,9 milliárd, a Szatmári Kft. 679 millió, a Dometic 300 millió, beszéltünk a koreai cégről, közel 3,2 millió, ez összesen 10,6 milliárd forint, mint mondtam, egy év alatt Jász Berénynek, Jászságnak. Az egyéb témák között szerepelt még a koronavírus oltás regisztráció jelentősége, a Jász Berényi kampusz jövője egyházi fenntartásban, és a válasz rovat vitriolos politikai köz- és magánéleti kérdései. Bill Clinton írott magánéleti tanácsai után most tényleg a nagy pénzrablás lett a kedvenc sorozat?